Létezik egy videó, amire talán még ti is emlékeztek, amiben Justin Bieber a tinik bálványa szerepel, bár ekkor még nem gangsternek öltözve, azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 2 perc alatt kirakta a Rubik kockát. Hihetetlen, de igaz. Néhányan azt gondolták, ez igen, király! Mások pedig azt kívánták, bárcsak a Hellraiserből ismert Lament Configuration kockával játszott volna, hogy aztán a cenobiták elhurcolják főhősünket a fájdalom és az öröm dimenziójába. A viccet félretéve mindenki tudja, hogy a színes kockában tényleg maga a gyönyör és a fájdalom egyesült. Ma azonban, hála a jó égnek, nem Bieberről fogunk beszélni, hanem arról a kis színes kockáról, amelyet milliók csavargatnak és tekergetnek megszállottan, hogy megoldják. Ez a Rubik kocka. Egy játék, amely hatalmas népszerűségnek örvend, a profi gyors kirakóktól kezdve a sírdogáló amatőrökig, akik azzal kínozzák magukat, hogy bekötött szemmel próbálják megoldani. Ma ennek a játéknak az eredetét és a benne rejlő zsenialitást fogjuk közelebbről megismerni. És persze az elmaradhatatlan botrányokat is górcső alá vesszük. Valamint megpróbáljuk kideríteni, miért is ilyen közkedvelt mind a mai napig, hiszen ez a népszerűség a diszkó korszak óta valóban töretlen. Készüljetek fel, ugyanis ma ezt a rejtélyt fogjuk megoldani. Menjünk vissza az időben az 1940-es évek Magyarországára. Nem éppen a legkellemesebb hely volt a világon akkoriban, ha csak nem jelent számodra kellemes melegséget a hidegháború feszültsége. Az ország még a II. Világháború rombolásából eszmélt fel, és mire a hidegháború kiéleződött, Magyarország a vasfüggöny mögé bújt. Az élet sok nehézséget hozott, a kreativitást elnyomták, és a rezsim állandó riadókészültségben állt az általa osztályellenesnek vélt ügynökökkel szemben. De, ahogy a történelem már sokszor megmutatta, a legzordabb időkben születnek a legtehetségesebb elmék. Itt lép a képbe Rubik Ernő, az az ember, aki egy napon forradalmasítja majd a kirakós rejtvényeket, azonban annál sokkal szerényebben kezdte pályafutását. 1944. július 13-án született, Magyarország Isten háta mögötti részén. Apja idősebb Rubik Ernő, repülőgépmérnök, anyja Szántó Magdolna, költő. Képzel csak el, a kis Ernő Budapesten nő fel, ahol olyan gyakorlatias mérnöki munkák veszik körül, amik egy mai STEM rajongó szemébe örömkönnyeket csalnának. Egész kiskorától fogva érdekelte a szerkezetek belső működése, és ez a kíváncsiság később a geometria, az építészet és a művészet iránti szenvedélyévé válik majd. Miután szobrászattal és tervezéssel foglalkozott, Rubik úgy döntött, hogy tehetségét az egyetemen kamatoztatja, ahol építészmérnöknek tanult. De sok építésszel ellentétben, akik különféle épületeket terveztek, Rubik inkább az absztrakt és a koncepcionális felé hajlott. Ez a figura nem elégedett meg csupán tervrajzokkal és anyaggal. Ő a tér és a forma természetét akarta felfedezni. Az 1970-es években kezdett építészetet tanítani a Budapesti Iparművészeti Főiskolán, és ekkor még nem is sejtette, hogy egy mellékes terve, valami, ami segít megérteni tanítványainak a térgeometriát, az egész életét és a világot is a feje tetejére fogja állítani. 1974-ben Rubik egyszerű budapesti lakásában papírlapok és tervrajzok halmaza közepette ül. Egy olyan gondolattal játszadozva, hogy hogyan tudna egy eszközt alkotni, ami segíthet a diákjainak jobban átlátni a térbeli összefüggéseket. Az eredmény egy kicsi, kézben kényelmesen elférő kocka, amelynek minden oldalán különböző színű négyzetek vannak. Egy kocka, amelyet el lehet tekerni, forgatni, és látszólag végtelen sokszor össze lehet keverni a színeket. Rubik bűvös kockának nevezte el. Bár lehet, hogy az őrületbe kergető kocka jobb kifejezés lett volna. Eleinte még maga Rubik sem volt biztos abban, hogy a kockát ki lehet rakni. Valójában több mint egy hónapjába telt, amíg az összes színt vissza tudta forgatni az eredeti helyére. De amint kirakta, rájött, hogy valami egészen különlegeset alkotott. A kocka nem csak egy taneszköz, hanem egy bonyolult kirakós, amely bárki agyát megtornáztatja, aki arra vállalkozik, hogy kézbe veszi. Amikor a bűvös kocka, ekkor még nem Rubik kockának hívták, először került a magyar boltokba, nem igazán hozta lázba az országot. A magyarok a szovjet nyomás alatt kommunista országban élve sokkal inkább a mindennapi nehézségekkel voltak elfoglalva, semmint színes kockák kirakásával. Az élet tehát nem számított valami vidámnak, inkább a hidegháború feszült időszakát jelentette, politikai paranoiával fűszerezve, ráadásul attól is félni kellett, hogy az állami megfigyelők bármikor bárkit osztályidegennek bélyegezhettek. De az 1977-es év legalább nem sikerült olyan rosszul Ernő számára, hiszen ebben az évben házasodott össze Hégely Ágnessel, aki 4 gyermekkel ajándékozta meg őt.
Viszont a kocka valahogy mégis megragadta az embereket. Lassacskán kezdett terjedni, ahogy a kávézókban, munkahelyeken vagy éppen összejöveteleken került egyik kézből a másikba. A kocka összetettsége és a kihívás, amit magában rejtett, tökéletesen el tudta vonni a figyelmet az egyhangúságról és a mindennapi élet küzdelmeiről. És már nem sokáig váratott magára, míg a bűvös kocka berobbant a magyarországi köztudatba. A magyar állam először közömbös maradt. A vezetés nem igazán érdeklődött a kocka sikere iránt, és nem is kapott állami támogatást vagy nagy reklámkampányt. A Rubik kocka politikai szempontból nem foglalt állást, és nem lehetett lázadónak sem nevezni. Ez a semlegesség jelentette a titkos fegyvert Magyarországon, egy olyan országban, ahol a kormányzat az élet minden szegmensét kontroll alatt tartotta. Eközben a Rubik kocka észrevétlen tudott maradni. Így nem szúrt szemet a rendszernek. A legtöbb hatóság veszélytelennek találta, inkább egy olyan eszközt látott benne, ami megdolgoztatja az elmét, fejleszti a kognitív képességeket és segíti az értelmi fejlődést, amit a rezsim már igen nagyra értékelt. A kortájt értelmiséginek lenni nagyjából olyan volt, mint rockstárnak vagy influencernek lenni. A kocka tökéletesen beleillett ebbe a környezetbe, lehetővé téve, hogy bárki megcsillogtassa szellemi képességeit anélkül, hogy a politika lábára lépett volna. A kocka kezdett nyugat felé terjedni, csak úgy, mint az anomáliákból származó artifaktok a Stalker nevű játékból. Jó részt utazóknak, diplomatáknak és néhány vállalkozónak köszönhetően, akik látták a fantáziát ebben az apró tárgyba. A Magyarországra látogató turisták gyakran csúsztatták be a kockát a tokai bor és más különlegesség mellé, és vitték haza, mint szuvenírt. 1979-ben egy nürnbergi játékkiállításon Tom Kramer, egy magyar származású brit, aki könnyedén kiszimatolta az aranyat is, rádöbbent, hogy ez nem egy átlagos játék. Kramer azt is jól tudta, hogy ez még az agytornánál is nagyobb dolog. Azonnal beszélt az Ideal Toy Company-vel, az egyik legnagyobb amerikai játékgyártóval, és meggyőzte őket, hogy szerezzék meg a kocka globális jogait. Az Ideal Toy gyorsan rápöttyintette a Rubik nevet, és BUM! A bűvös kocka a legendás Rubik kocka néven született újjá. 1980-ra az Ideal Toy elárasztotta az egész világot a kockákkal, ahogyan a tiranidok meghódították Shadowbrinket, a szürke lovagok és a Death Watch minden védekezése ellenére. Mindenhol bele lehetett botlani a bűvös kockába. Játékboltokban, a tévében, izguló gyerekek és felnőttek kezében egyaránt. Tökéletes példája a könnyű megtanulni, nehéz mesterévé válni koncepciónak, és pont ezért váltak függővé az emberek. Akik nem tudták kirakni pár próbálkozás után, azok vagy a falhoz vágták idegességükben, vagy megszállottá váltak, hogy megoldják bármi áron is. És azok, akik még az algoritmusok megjelenése előtt rakták ki sikerrel, azt tanácsolták a küszködőknek, get good, azaz tanulj meg jobban játszani. És a kocka több volt, mint egy játék. Státuszszimbólum lett belőle. Megoldani a Rubik kockát azt jelentette, hogy bebizonyítottad szellemi képességeidet, hogy megold az egyik legbonyolultabb kirakóst, amit valaha alkottak. Mint egy kitüntetés, egy becsületrend, ha kiraktad, egy elit klubhoz tartoztál. Néhányan kicsit túltolták, és olyannyira elmerültek a Rubik kocka művészetében, hogy szinte örökszüzességi fogadalmat tettek. De jó, csak poén. Vagy nem? Hamarosan Rubik kocka versenyek bukkantak fel világszerte, ahol a résztvevők a lehető legrövidebb idő alatt igyekeztek kirakni a kockát. Az első hivatalos Rubik kocka világbajnokságot Budapesten tartották 1982-ben, a győztes pedig egy vietnámi diák, Minh Thanh lett, aki 22,95 másodperc alatt oldotta meg a feladatot. Ez új világrekordnak számított, és egyben megágyazott az őrületnek, ami később világszerte megszállottsággá vált. De a Rubik kocka nem csak a gyorsaságról szólt, hanem egyfajta kultúráról is. A kocka a 80-as évek jelképévé vált, láthattuk filmekben, tévéműsorokban, még videoklippekben is. És mivel ezután is millió számra adtak el belőle, egyértelműen kiderült, hogy ez a hóbort sosem fog eltűnni. Amikor már tisztán látszott, hogy a bűvös kocka nemzeti szinten is felkeltette az érdeklődést, a magyar állam is felfigyelt rá. A kormány támogatta a tömeggyártást és az exportot, mivel észrevette, hogy ez a kicsiny színes kirakós több, mint egy játék. Inkább potenciális valutaforrás. A kocka lett Magyarország egyik legsikeresebb export terméke, mindez akkor, amikor az ország gazdasági problémákkal nézett szembe. Így az állam gyorsan le is csapott a sikerre, mint a magyar kreativitás és kitartás jelképére. Elgondolkodtató, hogy míg a világ nagyhatalmai ekkor egy feszült patthelyzetben álltak, a Rubik kockát mindkét térfélen egyformán tekergették, és ez azt bizonyítja, hogy néhány dolog, mint például a pozitív kihívás öröme mindenhol ugyanazt jelenti. Előreugorva napjainkra, a bűvös kocka még mindig ugyanolyan vonzó abban a világban is, amelyet az okostelefonok és az instant örömök uralnak. Mégis hogyan képes egy 40 éves kirakós máig ilyen népszerű lenni? Egyszerűen azzal, hogy semmiképpen sem egyszerű. Retro élmény és agytorna egyben, egy mentális edzés, amit az újabb nemzedékek szinte kitüntetésként fogadnak.
Na és a gyors kirakás? Itt lépnek színre az igazi nagyágyúk, rekordidővel forgatva át a színeket, itt van például a jelenlegi csúcs 3,47 másodperccel, ami Yusheng Dun nevéhez fűződik 2018-ból. De nem csak a sebesség a lényeg. A kocka az osztálytermekig is eljutott, ahol a gyerekek megismerhetik rajta keresztül az algoritmusok és a geometria összetett fogalmát. A művészek pedig pixelmesterművé alakították ezeket a színes négyzeteket. És azok számára, akik még mindig azt gondolják, hogy ez csak egy játék, tanulmányok szerint stresszoldó és kognitív készségfejlesztő is egyben. 2020-ban a Spin Master, egy innovatív játékairól híres kanadai játékgyártó megszerezte a kocka licenc jogait a Seven Towns Ltd-től, amely évtizedekig birtokolta a tulajdonjogokat. Azt gondoltad, hogy a Rubik kockát semmilyen vitás eset nem érintette? Ezt gondold csak át még egyszer. Mint bármelyik globális jelenség, úgy a Rubik kocka esetében is rendesen hullottak a csontvázak a szekrényből. Elsőként a jogi viták. A kocka egyszerűnek tűnik, de annak tervezése intenzív jogi háborúk tárgya volt. Abban az időben Rubik sok olcsó utánzat és hamisítvány ellen harcolt, akár egy Battle Royale kellős közepén. A 80-as évek elején például az Ideal Toy Corporation kiadta a Rubik zsebkockát, az eredeti mindössze 2x2 kockás verzióját. Csak éppen Larry D. Nicholsnak ez nem igazán tetszett. Ez a fószer már rendelkezett egy szabadalommal, amelyben szintén egy 2x2-es kirakós szerepel, melyet mágnes tart össze. És nem értékelte annyira, hogy az Ideal beleköpött a levesébe. A jogi csetepaté után, ami egészen 1986-ig húzódott, a bíróságok végül kimondták, míg az eredeti 3x3-as kocka rendben van, addig a zsebkocka már túlment a határon. De a sztori itt még nem ért véget. Megjelent a V-Cube, egy vállalat, amely akkor lépett színre, amikor 2000-ben lejártak a Rubik szabadalmai. A V-Cube levédette az új módszert, amivel nagyobb, őrültebb kockákat készíthet, például 5x5-öset és nagyobbat is. Nem is voltak szégyenlősek jogi lépéseket tenni. Lecsaptak riválisaikra, a Marura és a Diane-ra, hogy a piacon maradjanak. És ha már a Diane szóba került, a Seven Towns, amely birtokolja a Rubik kocka szellemi tulajdonjogát, beperelte őket 2012-ben, mert a Rubikhoz túl hasonló színösszeállítást merészelt használni. A hatóságok elkezdték lefoglalni a kockákat, arra kényszerítve a Diane-t, hogy ideiglenesen változtasson azok színén. És itt van a nagy dobás. A Seven Towns le akarta védeni a kocka legendás alakját az EU-ban. De 2016-ban a németországi Simba Toys visszavágott azzal, hogy egy kirakós formája nem lehet tulajdon. A bíróságok igazat adtak ennek az érvnek, és hirtelen megnyíltak a kapuk a vállalatok előtt, így jó részt Kína előtt is, hogy a saját kocka változataikat gyárthassák. És akkor most mi is a helyzet a Rubik kockával? Mi ez? Egy játék? Egy kulturális ikon? Vagy az emberi találékonyság szimbóluma? A válasz ezek együtt mind. A viták, botrányok és perek, valamint a szokásos céges társadalmi felelősségvállalás fiaskói ellenére, tudod, a környezet, meg hogy kiszervezik a gyártást harmadik országba, ezeket már meg sem említem, mert szinte általános jelenség, meg a környezetszennyezés és a források kiapasztása, stb. Szóval mindezek ellenére a Rubik kocka továbbra is a probléma megoldás és a kitartás szimbóluma marad. Relikvia egy letűnt korszakból, amely még mindig időtálló, és minden új generáció megszereti, ha meglátja. És hogy miért? Mert a bűvös kocka nem csak arról szól, hogy forgatod, tekergeted a műanyag kockádat, hanem a kihívásról, a frusztrációról, az örömről szól, amikor mindegyik darab a helyére kerül. Maga az élet lekicsinyített mása. Összetett, néha dühítő, de mindig van megoldás, ha hajlandó vagy tenni érte. Rubik Ernő ugyan építészmérnökként kezdte, aki igyekezett megtanítani hallgatóinak a térgeometriát, de végül egy globális jelenséget hozott létre. Egy játékot, amelyből több százmillió darabot adtak el, egy merőben új versenykategóriát teremtett, és még galériákba, valamint múzeumokba is eljutott. Nem semmi ez egy olyan tárgytól, ami egyszerű szemléltető eszközként kezdte. Szóval szerinted mi miatt több a Rubik kocka egy játéknál? És hogyan képes továbbra is generációk óta szeretett fejtörőként megmaradni?